szívből köszöntelek. Ma igyekszünk megkülönböztetni a felszínt, a színét és a mélységet, a szívet. A szív a köznyelvben az érzések helye, de a kinyilatkoztatás szerint a szív a tudatos, szabad személyiségünk forrása. Itt hordozzuk egyenként Isten arcából azt az egyedi szikrát, amely a mi sajátos hivatásunk, ezért vagyunk pótolhatatlanok. A szív a gondolkodás, döntés helye, ahol meg tudunk nyílni a bensőnk, a méltóságunk központja. Keresztényként a Szent Háromsággal való találkozás tere, a Szentlélek temploma. Itt az otthonom, az önazonosságom. A szív mélye ép. A bűn nem rontotta meg teljesen az embert, csak megsebesítette, elidegenítette, vagyis nem élünk eléggé a saját központunkban, mint egy hajléktalan, aki honvágyjal él. Ez a szív tehát a mélység. Most nézzük a felszínt, az érzéseket. Ezek spontán reakciók, nem jók vagy rosszak, nem is pozitívak vagy negatívak, hiszen erkölcsileg semlegesek. Hatásuk lehet azonban kellemes vagy kellemetlen. Négy fő csoportjuk van: az öröm, szomorúság, a félelem és a harag. A nem tudatosított érzések, amelyeket nem fogadunk el, búvópatakszerűek, eltéríthetnek, sőt, uralkodhatnak rajtunk. Érzéseinkért nem felelünk, de az érzéseket kiváltó gondolkodásunkért és az érzéseket követő viselkedésünkért már igen. Érezni mindent szabad. Jézus is érezte. Tekintsük most az embert úgy, mint a tengert. A hullámait hajók és szelek korbácsolják. A hullámok az érzések, a mélység pedig a szív, a tenger mélye, ahol nyugalom van. A Biblia érzésekre szólítana fel, amikor hitre, reményre, szeretetre hív. Vagy ha kéri, hogy bízz, bocsáss meg, légy hálás, örülj, élj békében, elégedettségben, ezek talán érzések. Például örüljetek az Úrban mindig, adjatok hálát mindenért. Nem, ezek elsősorban nem érzések. Ezek szellemi választások, szívünkben választunk, döntünk mellettük, még ha van is érzelmi hullám oldaluk. Az érzésekhez közvetlenül nincsen kulcsunk. Ez a kulcs szabadság, hatalom és felelősség. Hogy örömöt érezzünk, ahhoz nincs közvetlen kulcsunk, de a mélyben a szívünk dönthet az öröm mellett. Elköteleződhetünk a hála, békesség, szeretet mellett. Ha szívünk örül, érzéseink síkján még lehetünk szomorúak. Ez a kettősség, ez nem ellentmondás, nem is képmutatás, mert más síkon van. Az egyik a felszín, a másik a mélység. Hitelesen lehet tehát a szívemben béke, és egyidejűleg a felszínen egy nyugtalanság átmenetileg. A szív döntései visszahatnak idővel a felszínre, ettől még nem lesz feszített víztükör, de kiegyensúlyozottabbak leszünk. Az ember a színedet, Isten a szívedet nézi. Törvényét is beleírja a szívünkbe. Ám a szívünk meg is keményedhet, kőszívként elnehezedhet. Így Isten hív, hogy újuljunk meg szívünkben. Majd ezt maga viszi végbe, új szívet adok nektek, hús szívet. Jó szívbeli megújulást adjon nekünk az Úr.